Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. Két vendéget is köszönthetek itt a stúdióban. Itt van velünk Tarjányi Melinda, a Regea Halapítvány kreatív vezetője, és Kaszás Hedvig, aki üvegfestő, illetve hegedű művész. Köszönöm, hogy itt vannak, és hát arról fogunk beszélgetni, hogy a Regea Halapítványnak van egy kezdeményezése. Mi az, Melinda? két éve költöztem be egy nagyon elegáns nyugdíjas házba, aminek a teraszán van egy oszlop, ami nagyon csúnya képet mutat. És ekkor én fejembe vettem, hogy miután mindig kreatívkodok, hogy ez az oszloppal kéne valamit kezdeni, ami egy kicsit talán szimbolizálja azt, hogy kik laknak abban a házban, és ezért én meg kitaláltam, hogy egy négy évszakos fát kéne ráfesteni. És ehhez kerestem meg néhány művész embert Miskolcon, akik ebben támogatnának már magába a festésbe, mert a festéket mi álljuk az alapítvány és én. És miért pont egy négy évszakos fa? Mert hogy én szerintem ez a négy évszak annyira jelképezi az emberek életét, hogy megszületünk, élünk, megöregszünk, elmúlunk. És ez nekem, ez az ősztél, tavasz, nyár, ez így körbe, ez annyira ezt jelképezi, és egy kicsit még vidám is, tehát fel Na rá figyelni. és mondta, hogy nyugdíjas házba költözött, mit szól a tulajdonos ahhoz, hogy ezt a festést végezzék? A Holding a tulajdonos, és írásos engedélyt kaptam rá. Megkerestem őket, elmondtam, tervet is készítettem, és megjött az engedély. Hedvig fog segíteni, hogy ez a négy évszakos fa felkerüljön a falra? Igen, nagy örömmel vettem, hogy Melinda megkeresett engem. Én már régebben is nagyon sokat jótékonykodtam, és nagyon sokat jótékony festésben vettem részt. A gyek ö, osztályok falait is díszítettük, gyermekrendelő falait is. Tehát ez nem volt kérdés, hogy azonnal segítek. A másik, ami nagyon közel áll hozzám, az én művészetemhez a természet nagyon közel áll. És itt ez egy négy évszakos fa a szívem közepét jelenti, úgyhogy nagy örömmel vettem részt ebben. És majd hogy kell ezt elképzelni, ha egy kicsit vizuálisak vagyunk, akkor hogyan képzeljük el a négy évszakos fát? Van zöld levél, van sárga levél, vagy hogyan? Val valószínű úgy lesz, hogy mivel az oszlopnak két oldala szélesebb, meg két keskenyebb, a két széles oldalra fog egy-egy fa felkerülni, és akkor az első oldalon lesz mondjuk a nyár, és a lombja átfut a másik oldalra, az lesz majd a ősz. Hátúra kerül a tévlifa, és a lombja átfut oldalra, és az lesz a tavasz. Így terveztük meg, és az szerint lesz díszítve, hogy épp milyen évszakot nézünk. Mikor kezdődik ez a munka? Hát mi szeretnénk július végén elkezdeni, mert előbb sajnos nem fér bele az időnkbe, és ha nem sikerül, akkor csak augusztus, mert hogy én júliusban nem leszek ismételten elérhető, tehát nem tudom megoldani. Ha le lesz alapozva az oszlop, akkor onnantól, ha meg, úriember felajánlott, hogy megtervezi nekünk, és még jönnek ketten segíten, akik szintén a Ceglédi és a Cserlakildi, ők nagy, nagyon tehetséges művészemberek, és szerintem egy-két-három nap alatt elkészül. Hedvig üvegfestő művész, na most ez azért nem egészen üveg. Ennek ellenére nem okoz gondot? Nem okoz gondot szerencsére. Az üvegfestés az egy nagyon különleges technika. Szerintem szerintem nélkül az egyik legnehezebb technika. Meséljen a az... kicsit, keveset hallunk üvegfestésről. Szívesen. Az üvegfestés az nagyon csúszik az üveg. Tehát ott egy olyan olyan fajta... Speciális, fino, speciális festék speciális, kell van, van Van üvegfesték speciálisan, van akrélfesték, amit használok, és van kontúrfesték, amivel kirajzolom a mintákat. Na most nagyon speciális uh, finom motorika szükséges hozzá. Nekem szerencsém van, mert nagyon-nagyon sok évet hegedültem ám én előtte, 7 éves korom óta, ugye, mint művész, és a finom motorika az ember kezében benne van. És szokták kérdezni, hogy ugyan nyugtat a festés, de fordítva szoktam mondani, nem nyugtat, csak nyugodtan lehet elkezdeni. Tehát, hogy az ember feszültebb állapotban van, nem olyanok a tónusok a kezében, és akkor nem tud szép vonalat húzni. Meg az én festésemnek a, a különlegessége, hogy én negatívban festek. Ez mit jelent? Hát, hogy legelőször a tortával szoktam magyarázni, a torta, a legelőször a megy szem kerül rá, aztán a hab, és a legvégén fordítjuk talpra a tortát így kell elképzelni az én festésemet, tehát, hogy a, leg, a legszebb pötty, a ékszer, vagy szoktam bele Swarovskit ragasztani, az kerül legelőször, és arra építem föl, és a végén meg kell fordítani. Tehát negatívba kell gondolkodni. Tehát elég nehéz. Próbáltam egyébként, nem által volt tőlem a többi festés sem, mert vászonra is festettem már otthon. Fára is volt, hogy megkértek, hogy fessek, tehát én nagyon szívesen. Itt az úriember megtervezi, tehát tulajdonképpen Mondanám, hogy hátra dőlök, és csak színezek, de majd meglátjuk, hogy Melinda milyen feladatokat bíznám közben. Mert hogy Melinda milyennek képzeli akkor a fát? Hát, Szín Színekbe például? Hát, hogy, elmondtam, teljesen szeretnénk követni a természetet. Tehát a nyár az legyen tényleg olyan nyárias, majd azt még kitaláljuk, hogy nem akarnám, hogy ilyen tele legyen gyümölcsel, hanem tényleg a zöld. Ez az, hogy nyárban, irág, van, És igen. ugyanígy. Ahogy átmegy majd dőzbe, hogy lehullik a falevél, az is ott lesz. És ez pont azért jó, hogy át fog futni az ág hogy ott leesik. Akkor a télinél már tehetünk a fatörzsre mondjuk egy világosabb csíkot, ahogy a hó rátelepedett, vagy valami, meg az ágakra, és átmegy a tavaszba, amikor megint minden újra éled. Ugye úgy mutattam be Melindát, hogy a Regea Alapítvány kreatív vezetője. Mit csinál egy kreatív vezető egy alapítványnál? Hát nekem elég sokrétű feladatom van, de elsősorban, elsősorban nekünk vannak életmódtáboraink, ahol daganatos betegek töltődnek, pihennek, és különböző interaktív beszélgetéseken vehetnek részt. És én az ő programjukat olyan részben szervezem, hogy kézműves foglalkozásokat tartok, megtanítom őket mindenféle technikákra azért, hogy otthon a kezelések alatt ne ölbetett kézzel, üljenek két, mondjuk két kemoterápia között, hanem ami, amihez neki van kedve vagy érzéke, azt megerősítem benne, és akkor otthon tudja folytatni. Illetve más egyéb szabadidős programot is szoktam a táborok idején szervezni, ilyen esti játékokat, kvízjátékot, activity, bármi. Illetve évközben minden hónap egyszer, ugye bekerült a Regialapítvány alapítvány a megyei kórház rehabilitációs programjába, és egy hónap egyszer tartok, ott is kézműves foglalkozás, de akkor mindig beírom, hogy ki mit szeretne. Múltkor beírták, hogy horgolni akarnak. Megtanulnak, akkor horgoltunk. Tehát bármit, mi is textilre festünk, üvegre, fe, nem úgy, mint a hédi, csak, csak, csak kis üvegre, kavicsra gyöngyöt szövünk, nem fűzünk, szőjük, sok mindent csinálunk, illetve húsvét előtt és karácsony előtt, mert ugye a regalapítvány az nem csak Miskolc, hanem Eger is, mert hogy eredetileg ez Egri székhely. A kórházban maradó, az onkológia osztályon maradó betegeknek ezen a két jeles ünnepen ajándékot készítünk. Egerbe is lemegyek, ott is megcsináljuk Miskolcon is, és bevisszük az osztályra, és minden beteg kap egy ilyen kis jelképes ajándékot, hogy hogy érezzék, hogy fontosak. Hogy törődnek az Igen. alapítvány munkatársai velük. Mit jelent ezeknek a betegeknek, ugye daganatos betegek, úgy fogalmazott, hogy két terápia között, tehát két kemoterápiás kezelés között, mit jelent lelkileg az alapítvány munkája számukra? Biztos van már tapasztalat erről. Na nagyon sokat, nagyon sokat. Én például egy Példát szeretnék csak erre mondani, hogy volt csoporttársunk, akit első alkalommal kerekesszékkel láttunk, második alkalommal mankóval, harmadik alkalommal meg azt láttuk, hogy sütj, beszaladt, kiszaladt. Lelkileg annyira összeszedte magát, hogy lábrált, és nem sokat élt egy évet, de az minőségi volt. És nem egy fotába ülve, magára hagyva. Tehát én azt gondolom, hogy ez, a, ez nagyon fontos, hogy nem tudni, hogy kinek mennyi van hátra, de az nem mindegy, hogy hogy éli meg. Hát abszolút nem mindegy. És igen. hogyha ha tud, tud tevékenykedni, ö, olyanunk is volt, aki még utoljára húsvétkor a lakás kidekorálta, és ez annyira feltöltött, és olyan boldog volt, mert amivel feldekorálta, azt nem tanulta meg, hogy hogy csinálja, mert addig el se tudta képzelni. És Melindának honnan az erő? Hát az az igazság, hogy én egész életemben gyerekkorom óta, sőt, már mondanom, mondhatom óvodáskorom óta, nagyon ö, sokat ügyeskedek, mert anyukám megtanított sok mindenre. Előbb tudtam hímezni, mint az ABC-t. A munkám során is szükség volt rá, hisz a gyermekvédelemben dolgoztam. Ott is szükség volt arra, hogy feltalálja maga mondjuk egy hétvégi ügyeletbe, ahol 12 fiú gyerek volt, és a legkisebb három éves, a legnagyobb meg 22, tehát kreatívnak kellett lenni. És mikor én bekerültem a reggel alapítványba, én annyira nem foglalkoztam vele, hanem egyszer jött egy olyan, olyan, megoldatlan feladatot raktak fel a Facebookra, hogy én kezdtem el rajta agyalni, hogy hogy kéne megoldani. Sikerült, és aztán valahogy így belekerültem ebbe a dologba, és megmondom őszintén, most már ez éltet. Nagyon szeretem csinálni, hisz én magam is érintett vagyok, és tudom, mit jelent az, hogy, hogy nem a tévét bámulom vagy ülök, hanem közben valamit csinálok. De hát már egy gyógyult beteg. Így van. Ugye ezt mondhatjuk, hiszen sok év telt el, ugye? Húsz éve. Most, most volt a huszadik éve, igen. Hát akkor erre tényleg ki lehet mondani, hogy gyógyult beteg, és ez tartja önben akkor az erőt, hogy az alapítványnál tevékenykedik. Így van. Egy kicsit a vidámabb témára térjünk rá, és Hedvighez fordulok, hogy ugye mondta, hogy hegedű művész, kicsit erről is meséljen nekünk az üvegfestés után. Az én hegedű művész életem úgy kezdődött 7 éves koromban, hogy édesanyám, édesapám hazajött, és azt mondta, hogy be vagy íratva hegedülni, kislányom. És ők valahogy összönösen ezt eltalálták. Én 5. koromban eldöntöttem, hogy hegedű tanár leszek, művész leszek, nem volt kérdés, agotariából indultam, Miskolcon, Miskolcra kerültem a Bartók Konziba, 14 évesen, aztán a főiskolára, aztán a Szimfonikus Zenekarba, és rengeteg-rengeteg gyönyörű darabot eljátszottunk, rengeteg koncertet, világot bejártuk. Fantasztikus, ér, fantasztikus érzés volt, de mindig mozgott bennem valami. Tehát én is próbáltam horgolni, kötni, gyöngyöt fűzni, tehát mindig akartam valami olyat, ami a sajátom. Na de hát a hegedülés is a sajátja, ha eljátszik egy ö, fantasztikus darabot. Fantasztikus darabot eljátszom, igen, de ott ott van, Mozarttal szoktam példálózni, de mindenkit imádok, nagyon sok jó zeneszerző van, hogy ott nekem a Mozart lelkére kell ráhangolódni. Ez is egy csodálatos érzés, hogy én azt el tudom játszani, amire Mozart gondolt, és lelkileg rá tudok hangolódni, de az a Mozart lelke. A növeget festek, az, az, az én lelkem és olyat nem fest senki más. Tehát ennyi különbség van, és ezért érzem a sajátomnak most már az üvegfestést. Ugyanakkor tényleg nagyon imádtam, és az a Vásári Tamással, amikor játszottunk Beethoven szimfóniát, és azt éreztem, hogy Vásári Tamáson a színpadon, Beethoven és én, a többiek is ott voltak, de ki lehetett zárni, és ő egy olyan művész, aki felvisz Beethovenhez. És most pillanatnyilag hol játszik? Nem játszom már, nem, most nem. tanítok, kisgyerekeket tanítok, és hát ez is egy csodás feladat. Igen, igen, nagyon szeretem a gyerekeket. Tehát azért a, a jótékonkodásban is mindig ott vannak a gyerekek. De most a, a leginkább a festésre koncentrálok. Most éppen az Egerplázában van kiállításom. Nagyon sok kiállításom van előtte, volt a városházán, könyvtárban, tehát nagyon sok felé hívnak. Júniusban kaptam Bécsbe meghívást egy bemutatkozásra. Úgyhogy nagyon szépen ével ez a karrierist. milyen is. kiállított darabjai vannak vagy festései. lehet e, láttatni? hát természetesen a rádióban láttatni, nehéz, igen. nehéz ugye, de de mégis elmondom. Megpróbálom láttatni, a mandala az mindenképpen egy egy olyan motívum, ami mindenkit megszólít, tehát van nagyon sok mandolás képem, ugyanakkor elkezdtem tematikus képeket is festeni, tehát van egy gyönyörű páva például. Tehát olyan képeket... Az, a színek, ugye? a, a színek, színek, nagyon szeretem a csillogást, a ragyogást, én nagyon hiszek az energiákban, a pozit, pozitív energiákban. Mindenképpen vezető szerepe van az arany színnek. Az arany az a földből jön, tehát ez tele tele van energiával, és az a ragyogással tudja ontani a színeket. Mindenképpen, mert ha valaki jut egerbe, majd aztán lesz uh, nyáron a Tiszatóhoz is kaptam egy meghívást uh, kiállítani, érdemes megvilágítani a telefon. Mindenkinek a telefonja, és akkor lehet a mélységét látni a, a képeknek, és akkor adja igazán vissza a, azt, a, azt a szépséget, amit én, én át akarok adni az embereknek. Tehát kérdezte az hegedű művészt, ott is átadom, de ott mellettem vannak még 80-an, és mindenki átadja, és a, találkozunk a levegőben valahol. Viszont a képeket pedig egyenként meg tudja nézni, és tényleg nagyon sok vásárló van, hál' Istennek, és úgy történik az, hogy egy-egy megszólítja az embert. Mm. És azért vagyok picit gondban, hogy mit fessek még, mert annyi ötletem van, és ugye mindenkinek a kedvére akarok tenni. Hogy jönnek az ötletek? Például föl kell reggel, és azt mondja, hogy hú, valami, valami megjelent előttem, ezt én lefestem. Igen, ez Tehát sugallat. Működik. Sugallat, igen, 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 igen. Tehát, hogy megszólít hosszas, van inspirálódunk innen-onnan a nagyobbaktól, ugye ez természetes, és megszólít, és akkor ami, ami, abból születik, az az enyém. Tehát egy mondalom mintát le lehet másolni, vagy körülbelül lemásolni, de ami abból születik, még én sem tudom, amikor elkezdem festeni, nem tudom, milyen lesz a vége. Tehát ez, Tehát ez közben is. derül igen, ki. igen, igen, hát ez, föntről kapom én a, a, segítséget természetesen. Ezt olyan sok művész mondja, hogy föntről kapja, vagy, vagy az univerzumtól, vagy Istentől, vagy nem az, tudom egy ki világ, az egy más világ. egy más világ. Tehát azt az nem lehet, mi művészek, igen, nem vagyunk átlag emberek, nem is nagyon hogy mondjam, tudok alkalmazkodni igazán a, a szabályokhoz, mi, mi egy rózsaszín ködben élünk. De ez jó, nem? Egy fantasztikus érzés. Azért, amikor fölébresztenek, akkor kicsit morcos vagyok. Tehát nem szeretem, ha fölébresztenek. Tehát jó visszaaludni és a rózsaszín gondolkodást átvenni? Igen, igen, igen. Tehát ez egy más világ, az egy, az egy folyamatos lebegés, az egy csodálatos érzés. Persze az a hétköznapi dolgokat azért ezt vinni kell, de, de a lebegés jobb szerintem. És most mind dolgozik? Most Elkezdtem, nagyon sok mindent akarok csinálni, illetve szeretnék, de elkezdtem dekorfalakat készíteni, és azoknak a mintáit készítem most otthon. Tehát a kiállítás anyagom most készen van, Egerben most az üveg az egyelőre pihen, és dekorfal mintákat készítek, mert az is egy másfajta kihívás. Ez most kezd divatba jönni, hogy egy-egy lakásnak csak egy falát díszítik ki, ez egy ilyen 3D struktúrát dekorfal, amit glettel készítünk. Saját mintával vannak stencilek, tehát hogy bármit el lehet készíteni, és színezni, és annak is van mélysége. De ez milyen nagyságban? Bármilyen nagyságban, hát egy, -egy 10, 10 négyzetméter, 5 négyzetméter, amekkora egy fal. Tehát szoktak egy nappalinak egy, a főfalát díszíteni, vagy egy lépcsőháznak a falát. Vagy akár egy recepciónak csak a, a pult előtti is rész, tehát mindenképpen különleges. És az is azért különleges, mert abból nem lehet még egyet Én magam sem tudok még egyet csinálni. Tehát az mindig egyedi. Az teljesen egyedi, tehát mert régen volt ugye egy egy díszítjük tapétával, esetleg egy, egy mintás tapétával, a többi pedig szín, egyszínű, de itt ilyen, ilyen nem lesz másnak. Tehát ez is, ebbe is benne van a művészetem, tehát hogy nagyon sokan tudnak falat festeni, de én hozzáteszem a művészetemet, és ettől lesz művész és egyedi az a dekorfal. Beszélgetésünk vége felé közeledve még Melindához fordulok, hogy ugye meg lesz majd ez a bizonyos a beszélgetésünk témája tulajdonképpen az önök festése erre a bizonyos falra, vagy, vagy mit is mondott, oszlopra, oszlop, oszlopra. Mi a jövőbeni terv még az alapítványjal kapcsolatban? Hát az a kapcsolatban sok tervünk van, de az ennyire nem fogja a város területét érinteni. A betegek, két igen. Igen, mert három életmód táborunk is lesz ebben az évben. Lesz azoknak, akik még, még az elején járnak a a betegségüknek, vagy kezelés alatt. Van az úgynevezett haladó táborunk, az, az kezdő az erdőtelek, a haladó táborunk az gajatető, azok jönnek, akik már egyszer-kétszer voltak a kezdőtáborban, mert ott már másfajta foglalkozások vannak, és nekünk önkénteseknek pedig van egy harmadik, akik önkéntes munkát végzünk az alapítványba, az pedig Nyiregyházán. Tehát önöknek is kell egyfajta regenerálódás, nem. ugye? Nem. Ez gondolom, hogy nagyon fontos pszichésen. Igen, igen, mindenképp szükség van rá. Meg tulajdonképpen, mikor ö, mi az önkéntesek együtt vagyunk négy-öt napot, a, ö, gyakorlatilag ott tervezzük meg az egész következő hogy van valakinek új ötlete, vagy mi az, amit tapasztaltunk, hogy nem jól csináltuk, másképp kellene, vagy mit kellene még pluszba oda tenni, ez erről szól. De közben pihenünk természetesen. Meddig lehet önkénteskedni egy embernek? Hát én már az alapítványnál kilenc évet csinálom, és még nem érzem, hogy kiégtem volna. Most például most jöttem haza szombaton Bulgáriából, és Szófiában alig van olyan kreatív bolt, amiben nem vásároltam össze, és nem magamnak, hanem az, az volt a fejem, hogy a táborban ebből mit tudnak majd a lányok megint alkotni. Mikor lesz ez a tábor? Ez most június harmadikán lesz, kezdődik az egyik, a másik kettő az ősszel, az egyik szeptemberben az önkéntesek ki, és októberben pedig a gajatetői. És már beteltek a táborok, nem, vagy még nem, lehet jelentkezni? Még lehet a gajatetői be is lehetnek, szerintem az erdőtelkibe. Bárkit szívesen látunk, tehát nem csak, nem csak daganatos betegek jöhetnek, jöhetnek krónikus betegek is, illetve hozzátartozás. Tehát ha valaki a férjével, a feleségével szeretne, részt venni, mert úgy vállalja, jelentkezhetnek úgy is. Hol lehet jelentkezni? Az ö, Facebookon is rajta vagyunk, úgyhogy úgy, reggel alapítvány, vagy belső gyógyítóforrás, de magán az interneten megtalálhatók vagyunk, és ránk lehet keresni. Hát én köszönöm szépen a beszélgetést Tarjányi Melindának a rege Alapítvány kreatív vezetőjének és Kaszás Hedvignek, aki üvegfestő és hegedű művész. Köszönöm, hogy itt voltak és beszélgethettünk. Mi is köszönjük.